Ilyen és ehhez hasonló tanyák és tanyai gazdaságok kaphatnak támogatást az idei tanyafejlesztési programban. A statisztikák szerint az elmúlt 10 évben egyre többen élnek ilyen település típusokon, számuk körülbelül 300 ezerre tehető. A tanyák fejlesztésére a kormány 2011-ben indított el programot, amelyre költségvetési forrásból idén több mint 1,2 milliárd forintot fordítanak. A forrásokra közösségi és magánszemélyek, valamint fiatal gazdálkodók is pályázhatnak. Alapvetően két típusa van a tanyafejlesztési program pályázatainak. Az egyik az úgynevezett közösségi típusú pályázatok. Ezek általában önkormányzatok, tanyagondnoki szolgálatok, olyan civil szervezetek, akik a tanyán élők életét és feltételeit kívánják javítani, ők pályázhatnak. És van egy másik típus, ez az úgynevezett egyéni típusú pályázat, amire magánszemélyek pályázhatnak. Itt elsősorban a tanyán való gazdálkodás feltételeinek a javítását kívánjuk ezen keresztül segíteni, és azokat is segíteni szeretnénk, akik csak most tervezik, hogy új tanyagazdaságot építenek. El szeretném mondani, hogy mindegyik pályázati formában kifejezett hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tanyán élők lakó és vagyonbiztonságát segíteni tudjuk, azáltal, hogy korszerű kommunikációs vagyonvédelmi eszközöket tudnak megvásárolni. De azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységét tudjuk fejleszteni. A program keretein belül a zárkerti revitalizációs alprogramra 300 millió forintot különített el a tárca, az erre pályázó önkormányzatok egyedi támogatási kérelmeiket június 25-éig küldhetik meg a Földművelésügyi Minisztérium részére. A Fidesz térségi országgyűlési képviselője valamennyi tanyán élő közösséget arra kért, hogy tájékozódjanak a pályázatokról, és használják ki a támogatásban rejlő lehetőségeket. A külterületen élő emberek mindig arra panaszkodnak, hogy ők nem részesülnek a nagyváros, vagy a nagyváros, vagy a nagyobb települések modern infrastruktúrájából. Ezt szeretné ez a tanyafejlesztési program. Volt már egy ilyen, ahol sikeresen pályáztak az önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek, akár a külterületi utak rendbetételére, akár a szállításra, akár a szolgáltatások biztosítására, vagy olyan infrastruktúrális beruházásokra, amelyekre égetően szükségük volt. Tehát azt látom, hogy nekünk ez a tanyafejlesztési program itt Nyíregyháza és környékén égetően szükséges, fejleszteni szükséges, hogy úgy érezzék az emberek, hogy ők is méltó életet élhetnek. Az idei pályázati kiírások a Földművelésügyi Minisztérium és a Herman Otto Intézet honlapján várhatóan 1-2 hét múlva lesznek elérhetőek. A felhívások megjelenésétől számítva 30 napjuk van a pályázati dokumentációk kidolgozására és elektronikus úton történő benyújtására. A kormány által 2011-ben indított tanyafejlesztési programban az elmúlt 7 évben egyébként 1700 pályázatot támogattak, összesen több mint 8 milliárd forint értékben.